Sajnos nem teljesen személyesen, hanem Skype kapcsolaton keresztül Hamlendrét kapcsoljuk, és jó reggelt kívánok a Medián vezetőjének, alapítójának. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Külföldön vagyok, azért nem tudtam bemenni. Nem kell emiatt mentegetőzni, de köszönöm az információt. Szerintem azért a nézőinknek furcsa lehet, hogy nincs itt, úgyhogy jó, hogy ezt elmondta. Viszont amiket mért a Medián az utóbbi időszakban, az biztosan nagyon sokakat meglep. Itt fél órával ezelőtt Szanyi Tibor meg is kérdőjelezte, mondván, hogy hogyan lehet valakit mérni, aki nincs, és egyáltalán nem politikus jelenleg, és nincs pártja sem. De hát ugye Magyar Péterről van szó, és akkor ezt el is fogja nekünk gondolom magyarázni, hogy hogyan lehet mérni valakit, aki még nem párt? Szívesen elmondom, gyakran használunk ilyen kérdéseket, ahol feltételezett politikai kombinációkra vagy várható fejleményekre kérdezünk, milyen valószínűséggel szavazna arra, hogyha például összeállna két párt, amik eddig külön indultak. Na most ezt egy hétfokú skálán adhatják meg az emberek, amit aztán mi kiszázalékolunk, megnézzük, és ez volt itt is a kérdés. Miután persze végigkérdeztük a szokásos pártpreferencia kérdéseket, hogyha, hát először is azt kérdeztük meg, hogy tud-e arról, hogy Magyar Péter színre lépett, tehát hogy van egy ilyen új politikai szereplő, meglepően sokan tudtak róla, az emberek kétharmada tájékozott ebben, tehát nem olyan nagyon tér el attól, amit a várható szavazati részvételi arányok szoktak mutatni. Tehát ezeknek a Magyar Pétert ismerőknek tettük fel azt a kérdést, hogyha pártot alapítana és indulna a választáson, milyen valószínűséggel szavazna rá. Ebből jöttek ki ezek a, lehet, hogy sokak számára meglepő, de a politikai közhangulatot azért elég jó kifejező számok. Mert hogy van egy ilyen messiás várás, hogy egyszer majd jön valaki és megoldja? Az ellenzéki oldalon valami hasonló valóban van, meg van egy nagyon nagyfokú frusztráltság, csalódottság, és hát ez a széttörezett pártstruktúra, ami megfigyelhető, hogy itt egyik 2%-os párt a másik után, és újak is alakulnak, és ez persze a Magyar Péter szándékát is egy kicsit megkérdőjelezi, hogy egy lesz-e a sok közül, a sok kicsi közül, vagy sikerül valahogy ezen az egész helyzeten radikálisan változtatni. Ez a kutatás azt mennyire tudta megmutatni, hogy Fidesz szavazók pártolnának Magyar Péterhez, mondván, hogy legalább valaki meg akarja újítani a jobboldalt, vagy azok az ellenzékiek, akik nem is jobboldalban gondolkoznak? Persze, hát azt nehéz kijelenteni, hogy a Fidesz szavazók pártolnának, hiszen azok most Fidesz szavazók. Itt van egy elég jelentős számuk, bár éppen most egy kicsit csökkent a bizonytalanok aránya, de vannak olyanok, akik jobb híján szavaznak egyik vagy másik pártra, és lehet, hogy egy olyan kihívó, aki valóban kihívónak tűnik, tehát megvan az a karizmája, megvan az a felkészültsége, tud egy olyan alternatívát, olyan programot kínálni, ami az emberek számára vonzó, akkor az egész átrendeződhet, és akkor lehet, hogy Fidesz, vagy korábbi Fidesz szavazók is vonzónak találnák, de egyelőre azért ott még nem tartunk, mert a Fidesz szavazótábora az majdnem, hogy rendíthetetlenül változatlan. Hónapról hónapra szinte fillére ugyanannyi Fidesz szavazó van. Ami most történt, az érdekes, hogy többen lettek azok, akik választani tudnak, ezért ugyanannyi Fidesz szavazó egy kicsit kevesebb százalékot jelent a választani tudó biztos szavazók körében. Hát akkor, ha jól értem, a Fidesz számára két feladat van, nagyjából ez a szokásos felállás. Az egyik az, hogy lebeszélje az ellenzéki szavazókat, hogy elmenjenek választani, a másik pedig az, hogy a sajátjait viszont vigye el a szavazófülkékhez.
Persze, nagyon sok eszköz áll a rendelkezésükre, és hatalmas források. Egyelőre Magyar Péter úgy tűnik, hogy ezeket elég könnyedén veszi, és lepattintja, és főleg az, hogy ő tényleg nagyon nyíltan beszél arról, ahogy ez a propaganda működik, és az őt érő támadásokat is valahogy olyan őszintén és könnyedén visszautasítja. Hát ismeri a rendszer, tehát valószínűleg számított rá. Persze, hát az nyilvánvaló. Van egy érdekes adat erre, hadd kérdezzek rá. Azt kérdezem, hogy mindent egybevetve mit tartana jobbnak, ha a következő választás után, és akkor itt van egy olyan mondat, kormányváltás következne, és 55%, és ilyen sok nem nagyon volt az utóbbi időben, azt mondaná, hogy igen, ezt szeretné. Azért ez azt mutatja, hogy nem egyértelmű az, hogy a Fidesznek megvan a társadalmi többsége, legfeljebb a választói többsége van meg. Hát ebben a pártstruktúrában is egy ilyen választási törvénnyel lehetséges az, hogy a társadalom egy harmada, ennyi Fidesz szavazó van ma a választókorú népességben, 30 és 31 néhány százalék, ez ingadozik. Tehát egy harmad lehet az, aki eldönti a választást, mégpedig úgy, hogy mindig a Fidesz kerül többségbe. Hát ez most már nem csak, hogy többségbe, hanem kétharmados többségbe. Ez egy paradox helyzet, ami egy aránytalan és meglehetősen a kormánypártok felé húzó választási rendszernek a következménye. Az úgynevezett pedofil ügy, a köztársasági elnök kegyelmi döntése mennyire növelte meg az érdeklődést a politika iránt? Ez például mérhető-e egy ilyen kutatásban? Egyértelműen mérhető, mert azt is minden egyes felmérésre megkérdezzük az emberektől, hogy mennyire érdekli őket a politika, és a politika iránt érdeklődők aránya az elmúlt felmérés óta egy kicsit megnőtt. Tehát ez egyik jel. És a közhangulatnak más jele is megfigyelhetők, tehát ennek a változásnak, amire utalt az előbb, ez nagyon feltűnő, ez az abszolút többség a kormányváltás mellett. Ez is ingadozott az elmúlt hónapokban, egy kicsit visszaesett az arányuk, de pillanatnyilag kisebbségben vannak azok, akik szerint a kormány maradása lenne a jó. Ennek összefüggésében talán az is egy értelmes kérdés, hogy Orbán Viktor presztízse a választók körében hogyan változott és változott-e? Itt is egy paradox jelenséget lehet megfigyelni, mert amikor azt kérdeztük, hogy vajon Orbán Viktort is felelősnek tartják-e ezért a pedofil botrányért, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de hát sokféle definíció van, akkor kiderült, hogy igen, a többség feltételezi, hogy ő tudott erről az ügyről, és ilyen értelemben felelős. Másfelől még a Fidesz szavazó körében is viszonylag tetemes azoknak az aránya. Tehát annak ellenére, hogy Orbán Viktort felelősnek tartják, ők továbbra is Fidesz szavazók, mert rendíthetetlenek, ahogy mondtam, és valószínűleg olyan mértékben elkötelezettek Orbán Viktor mellett, hogy bármilyen, akár általuk is hibának tartott húzását is elfogadják, és ettől nem változik meg az alapvető hozzáállásuk. Utolsó és gyors kérdést Orbán engedjen meg, mert hogy legyen kerek a történet, bocsánatot kérek. Az ellenzékről alapvetően nem szóltunk egy szót sem. Van olyan ellenzéki párt, amelyik az elmúlt hónapok hullámzásából jól jött ki? Igen. Ahogy említettem, ugye az arányok megváltoztak a Fidesz kárára a biztos szavazók körében, de ez abból is adódik, hogy néhány százalék az ellenzékhez pártolt, vagy aki korábban nem tudott dönteni, az most ellenzékre szavazott, de ezek, mondom, ahogy említettem, hogy nagyon sokfelé szóródnak ezek a szavazatok. A legtöbbet érdekes módon a kétfarkú kutyapárt nyerte az előző két hónappal korábbi felméréshez képest 3%-pontot, a DK 2%-pontot, és a legtöbb kis párthoz került 1% többlet. Ami lehetséges, hogy ahhoz kevés, hogy igazán eredményesek legyenek, de elgondolkoztatunk minden esetre. Han Endre, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll, további szép napot! Én is köszönöm, örültem, viszont hallásra!